Doktor bácsinál. Ó, Teddy, már meggyógyultál. De te biztosan beteg vagy. És ezért orvoshoz kell menned. Nem, utálatos vagy. Mama! Jakab, ez nem olyan rossz. Jakab, mi a baj? Nem is vagyok beteg. Jakab lázas, ezért neki is orvoshoz kell mennie. Ó, hát ezt ismerem. Teljesen normális, festékpöttyös láz. De nagyon gyorsan el is múlik. Igen. És nekem miért kell orvoshoz mennem? Én sem vagyok beteg. Az ember nem csak akkor megy orvoshoz, ha beteg. Tanácsos néha-néha megnézni, hogy a szervezetünk rendben van-e. Ezt megelőző vizsgálatnak nevezzük. Teddy is jöhet velem. Ez nagyszerű ötlet. Bizonyára neki sem árt egy alapos kivizsgálás. Jó napot. Jó napot. A nevem Claviter. Borinak van egy időpontja mára. Az egészségügyi könyv? Tessék, itt van. Jó napot, Claviter asszony. Hello, Bori. Hello. Én Karina vagyok. Már mehetünk is. Mire kell az a könyv? A doktor bácsi minden vizsgálat alkalmával beleírja, hogy mit tapasztalt. Például, hogy milyen jó a látásod, vagy hogy mennyit nőttél egy év alatt. Egy év alatt? Egy évvel ezelőtt már jártál itt. És akkor egészen pontosan... egy méter egy centi voltál. Gyere, megnézzük, mennyit nőttél azóta. Én voltam már itt. Á, tényleg, most már emlékszem. Azokat a képeket ismerem. Ó, milyen jól emlékszel. Kérlek, vedd le a cipődet és állj rá a mérlegre. Fogod addig Teddyt? Hát persze. Tizenhét kiló. A szuper súly. Tényleg? Biztosan sportolsz, ugye? Pontosan. Annával és Samuval. Most menj át oda, kérlek. Mesélsz nekem a barátaidról? Igen. Samu tud olaszul, mert az anyukája olasz, és közöttük Anna a legnagyobb. Aha. De te már nagyobb vagy az elefántnál, és majdnem eléred a vízibivajt. Az pontosan... Na lássuk, 1,8 méter. Hé, te nőttél. Azt hiszem, Anna már 2 méteres. Mennyi? 2 méter? Nézd csak, akkor olyan magas lenne, mint ez a mérce. Nem, mégsem annyi. Bori, most várnod kell egy kicsit, amíg a doktor bácsi be nem hív. Teddyt még meg sem értük. Na, akkor vidd őt oda. Ne es le, Teddy. Biztosan ő is nőtt. Ó, majdnem 30 centiméter. Azt hiszem, ez egy ideális maci méret. Ezt nem kell felvenned, így megyünk át a doktor bácsihoz. Titi! És most menjen át a híd alatt. Ó, nézd csak, Teddy. Ott egy másik maci. Hello, ő Teddy, és titeket hogy hívnak? A vízilovam neve Hippo. Bori? Hát ez gyorsan ment. Nos, jössz. Ó, már is. Szia! Szia! Szia, Bori. Örülök, hogy újra látlak. Ó, és Teddy is elkísért.
Karina elmondta nekem, hogy emlékeztél a színes mércére. Az nagyszerű dolog. Akkor biztosan a memória játékban is jó vagy, ugye? Igen, de jobban szeretem a kirakóst. Aha, és melyik kirakós tetszik a legjobban? Az állatos, ugyanis van egy cicám, Mau. Akkor biztosan láttad már, milyen primán tud... például egy ágon egyensúlyozni. Így. Így csinálja. Csak négy lábon. Nagyon jó, de Mau cica nem tud egy lábon állni. Na és te tudsz? Persze. Prima, jól csinálod. És a másikkal még otthon gyakorolsz egy kicsit. De ugrálni nagyon jól tudsz a bal lábaddal is. Azt szívesen megnézném. Ó, ez nagyon jó. Le tudsz így írni egy kört is? Nem tudom. Prima! Nagyon jó. Ügyes. Teddy is fog ugrálni? Nem hiszem, Bori, de fektesd le őt oda, és később megvizsgáljuk az ő pocakját is. Jó. Hű, de vicces ez a kép. Ez nem is igazi kép, hanem látás. Ezek nagyon vicces hangok, ilyet még nem hallottam. Szerintem meg igen, figyelj csak. Igaz, de még nem tűnt fel. Naponta sokkal több hangot hallunk, mint amennyire emlékszünk. Nos, akkor kezdhetjük. Mindig arra a füledre mutas, amelyikkel hallasz valamit. Most teljesen süket. Csodálatosan csináltad. Ugyanis ez nem is olyan egyszerű. Tehát Bori úgy lát, mint a sas, és úgy hal, mint a hiúz. És egyensúlyoz, mint Mau cica. A macid nagyon hajlékony. Te is eléred az ujjaiddal a lábfejedet? Még arra is kíváncsi lennél, Bori, hogy tudsz-e lábujjhegyen is járni. Mutassak még valamit? Hát persze, miért is ne?